hogy mély gyászába megvigasztalodjon, elutazott egy időre Köthenből. Érdekes epizódot mesél el a nekrológ erről az utazásról. Ez időtájt Bach elutazott Hamburgba, és 2 óránál is tovább játszott a Katalin templom orgonáján, a város tanácsának és sok más jeles polgárának ámulatára. Kivált kép nagy örömmel hallgatta a templom orgonistája, az akkor csak nem 100 éves Johann Adam Reinken. Bach a jelenlevő kérésére hosszasan és különféle módon improvizált. Reinken emiatt külön bókkal adózott Bachnak, hisz azt mondta neki: azt hittem, ez a művészet halott, de most már látom, hogy uraságodban ma is él. Reinken ítélete annál is váratlanabb volt, mint hogy mindig is hajlamos volt az irigykedésre. Ekkor játszotta el Bach a G-moll fantázia és fugát, ezt a kivételes retorikai erejű és páratlanul gazdag harmónia világú művet, amelynek fuga témája egy holland népdalon alapul, ezáltal is tisztelegve a holland származású Reinken mester előtt. Nem lehet eléggé túlbecsülni a nagy tisztelettel övezett 97 esztendős Reinken reagálását Bach orgona játékára, kinek szavai sokkal többet jelentettek egyszerű szakmai bóknál, hiszen egy másik feljegyzés szerint azt is hozzátette: látja uraságot, engem a Jóisten itt felejtett ezen a világon. Talán heteim vannak már csak hátra, talán napjaim, talán már annyi sem. Így a nagy utazás előtt már csak igazat mond az ember fia. Ön volt utolsó éveim legnagyobb ajándéka. Nem fognak olyan orgonát építeni évszázadokkal később sem, amelyen ne kegyed muzsikáját játszanák majd legtöbbet. Ön adta az igazi orgona művészetet a világnak. Amikor visszatért Köthenbe, 1721. december 3-án, csaknem másfél évvel Mária Barbara halála után, a megözvegyült Johann Sebastian és Anna Magdalena Wilken köteni otthonukban házasságot kötöttek a herceg parancsolatára. Anna Magdalena a hercegi udvar énekesnője volt, évek óta dolgozott együtt Bachal,
és nem akart felhagyni hivatásával akkor sem, amikor a karnagy megkérte a kezét. Bachnak és 4 gyermekének életébe látványos és örvendetes változás állt be. A boldog eseményt fényűzően meg is ünnepelték. Ugyanebben az esztendőben, 1722-ben Bach komoly szándékkal megpályázta a lipcsei Tamás templom kántori és zeneigazgatói tisztségét, amely Johann Kuchnau halálával üresedett meg. Vajon mi motiválta, hogy otthagyja Köthent? A válasz Bach egyik levelében található meg. Úgy hozta a sors, hogy hercegem egy bernburgi hercegnőt vett nőül, és azután az a benyomásom támadt, hogy a mondott herceg immár valamivel kevésbé érdeklődött a muzsika iránt, már csak azért is, mert az új hercegné nem volt a muzsika nagy barátja. Sok forduló, számos jelentkező meghallgatása és a nagy pályatárs Telemann visszalépése után 1723. április 9-én a lipcsei városi tanács megválasztotta Bachot a lipcsei Tamás templom kántorává. A városi tanács hozzá nem értését tökéletesen kifejezi az a mondat, amelyet Platz tanácsos rögzítetett jegyzőkönyvbe. Mint hogy a legjobbra nem lehetett szert tenni, el kell fogadnunk hát a középszerűt. Lipcse, 1723. május 29-e. Az elmúlt hét szombatján, délidőben 4 háztartási holmikkal megrakott szekér érkezett ide Köthenből, az ott szolgált hercegi karnegyéi, kit most kántor minőségbe hívtak a lipcsei Tamás templomba. Ő maga és családja 2 kocsival érkezett meg 2 órakor, és a frissen felújított lakásba költözött, a Tamás iskolába. Mindenről egy napilap tudósított, hiszen a hír nem volt csupán helyi érdekességű. Ez a költözés annak a 27 esztendőnek volt a nyitánya, amit Bach Lipcsében, mint kántor és zeneigazgató eltöltött. Egyben nyitánya volt földi élete utolsó 27 esztendejének is. Munkaköre a Tamás iskolabeli kántorságot és a 4 városi templom zeneigazgatói tisztjét foglalta magába. Bachtól nem csak azt várták, hogy átvegye a kántorsággal járó napi teendőket, hanem azt is, hogy kulcs szerepet vállaljon a város zenei életének átformálásában, mivel a polgármester szerint erre csak is egy híres férfi lehetett alkalmas. Mindezzel a város vonzerejét és tekintélyét kívánták növelni. Lipcse városa, amely nevét az Urs Lipci, vagyis a hársvák városa kifejezésből nyerte, nagy hírű volt kereskedelme és oktatása okán. Kereskedelmi utak kereszteződésével remek helyen fekszik. A 12. században a császárok és a pápák különös kiváltságokban részesítették, így rendszeres vásárokat rendezhetett. 1710-re Lipcsét tekintették Európa piac terének. Rendszeresen 10 000 kiállító és látogató érkezett az esemény terére. Egyetemét 1409-ben alapították, a kiváló professzori kar, a dinamikus és haladó szellemű diákifjúság, valamint a művelt polgárság segítette a várost abban, hogy a könyvkereskedelem vetélytárs nélküli központjává fejlődhessen. A 18. század közepén Lipcse ellenállhatatlanul vonzotta a fiatalokat, akik a lehető legmagasabb szintű tudományos képzésre vágytak, köztük a fiatal Goethét is. 1700 tájától a mintegy 30 000-es lakosságú, hatalmas méretű városra példátlan bőség és növekedés köszöntött. A gazdag, büszke és befolyásos kereskedő családokon valóságos építkezési láz vett erőt. A díszes homlokzatú nagypolgári házak magukban álló erődítmények voltak, saját udvarral, kiszolgálói és kereskedelmi célokat szolgáló szárnyakkal, és egyetlen emberöltő alatt átformálták a városképet. A városfalakon kívül üvegházakat és gondozott parkokat alakítottak ki lúgásokkal. A polgárság mindigkán megbecsülte a kultúrát, a jómódú kereskedők Tiziano, Raffaello, Leonardo és Rubens műveiből jelentős gyűjteményekre tettek szert. Ezek a gyűjtemények hetente egyszer ingyenesen is látogathatóak voltak. A társadalmi életfényét emelték a legendás kávéházak. Lipcse leghíresebb zenei együttese, a Concentus Musicus 1723-tól a Zimmermann-féle kávéházban koncertezett hetente, és nyáron a szabad ég alatt is fellépett.
A legkiemelkedőbb zenei eseményekre azonban vasárnaponként és ünnepeken került sor a két fő istentiszteleti helyen, a Tamás és a Miklós templomban, a Tamás iskola kántorának vezetésével. Johann Sebastian Bach és Anna Magdalena Bach 1723. május 22-én érkezett meg öt gyermekükkel Lipcsébe. A Tamás iskola háromszintes kántori lakosztályában elfért a négy szekére való háztartási holmi, itt kapott helyet a kántoriroda, a komponálóterem és a kottatár is. Bach úgy sétálhatott át innen az iskolába, hogy az utcára sem kellett kilépnie, és ez a gyermekeknek is nagy előnyt jelentett. Négy gyermekét bejáró diákként rögtön fölvették a középiskolába. A Tamás templomban a 16. század eleje óta szolgáló kántorok sorában Bach volt a tizedik. A Tamás iskolában hétköznaponként reggel 7-től 10-ig és déltől 3-ig tartottak órákat. A közbelső órákban Bach egy héten háromszor tartatott próbát minden osztálynak. Ezek a zeneórák kötelezőek voltak mind a 150 bentlakó és bejáró tanuló számára. Bach a zenei fogalmakat magyarázva és szemléltetve rendszeresen játszott. A zenei oktatáshoz nem használt tankönyvet, hanem saját szabályait és alapelveit fogalmazta meg. Oktató munkájának központjában pedig az énekes és hangszeres művekből vett példák és gyakorlatok álltak. A Bach vezette órákon és fellépéseken nem voltak fegyelmezési gondok, bár őt magát 1729-ben megfették, amiért elhanyagolta a tanítással kapcsolatos formaságokat és lemondott énekórákat. A diákok kedvét ugyanis szigorú bírságolási rendszer vette el az éneklés megzavarásától. Egy feltűnő hibáért 2 liter sör árát, egy alantas hibáért pedig 6 liter sör árát kellett megfizetni bírságként, ezt a pénzt a temetési éneklésért járó külön jövedelemből vonták le. A kántor 4 templom zenei életéért viselt felelősséget. A 4 részre bontott kórus pedig sajátságos rotációban énekelt vasárnapról vasárnapra ezekben a templomokban. Bach még hivatalba lépés előtt elhatározta, hogy saját műveivel látja el a főtemplomokat, és mielőtt megérkezett Lipcsébe, nekilátott, hogy az egyházi év minden vasárnapjára és ünnepére egy-egy kantátát komponáljon. Ehhez tehát évente nem kevesebb, mint 60 kantátára volt szükség. A megírásuk roppantul megterhelő feladat lehetett, amely rendkívüli fegyelmet követelt a zeneszerzőtől. A közhiedelemmel ellentétben Bach soha nem ült orgona mellé istentiszteleten a lipcsei templomokban. A nekrológ szerint Bach 5 teljes évfolyamnyi kantátát írt a Tamás templom nagyhírű fiú kórusának, ami 300 nagyszabású zeneművet jelent. Elképesztő mennyiség, és még elképesztőbb, hogy ezeknek a műveknek jelentős része végképp elveszett az utókor számára. Egy részüket Bach fiai adták el halála után becsvágyó főuraknak, akik saját művükként mutatták be ezeket a muzsikákat. Másik részüket pedig egyszerűen kiselejtezték a Tamás iskola kottatárából a Bach halálát követő évtizedekben.